Ha az elektronikában eljutottunk odáig, hogy a próbapanelen összerakott dróthalmazt át szeretnénk alakítani valamilyen kulturáltabb kinézetű dologgá, el kell készítenünk a nyomtatott áramkörét. Ennek a nyomtatott áramkörnek a készítése egyszerűbb, mint gondolnátok, ezért megmutatom nektek, hogyan tudjátok elkészíteni. Mivel most a lézernyomtatós vasalásos technikát fogom bemutatni, ezért mindenféleképpen szükség van valamilyen papírra, melyről a lézernyomtató festékét át lehet vasalni a nyomtatott áramkörű lapra. Ehhez én fotópapírt fogok használni, de lehet még hozzá műnyomó papírt használni, illetve a legtöbb fényes papírral működik. De a legbiztosabb eredményt a fotópapír és a műnyomó papír fogja adni. Legjobb, hogyha nyomtatáskor a programban a nyomtató beállításainál, a grafikai beállításoknál átállítjuk a nyomtató minőségét a legjobbra, illetve kikapcsoljuk rajta a tinta spórolást, vagyis hát a takarékos üzemmódot. Nyomtatásnál ügyelnünk kell arra, hogy nem mindegyik nyomtatóban jó mindenféle vastagságú papír. Ugyebár ezek a nyomtatók arra vannak tervezve, hogy azt a klasszikus A4-es lapot használjuk bele. Na, mivel ezek a papírok valamivel vastagabbak, mint azok a klasszikus lapok, nem biztos, hogy mindegyik nyomtatónak jót tesz, hogy ilyenre nyomtatunk, illetve nem biztos, hogy mindegyik hajlandó behúzni a papírt és rányomtatni, amit akarunk. Ezt ki kell próbálni, ha nem működik, akkor a nyomtatónk nem alkalmas erre a dologra. Miután kinyomtattuk a nyomtatott áramkör rajzait, ki kell vágni. Nem fontos kinyomtatni mindkét oldalának a rajzát, most csak a videó kedvéért csináltam, azonban, hogyha nagyobb paneleket gyártunk, sokkal könnyebb később szerelni, hogyha az alkatrész oldali oldalon is kinyomtatjuk, hogy melyik alkatrésznek hol a helye és mi a neve. Miközben vágjuk, igyekezzünk ne összetapogatni azt a részt, amelyen a festék van, mivel ha zsíros lesz, nem fog ráragadni később az áramkörű lapra. Miután kivágtuk, szükség van egy áramkörű lapra, amely természetesen több méretben kapható, hát most van egy ilyen darab, amire ez pont ráfér, ezért ezzel fogom elkészíteni. Le kell vágnunk azt a darabot, amelyre pont megfelel ez a méret. Áramkörű lapot legkönnyebben egy szikével vagy modellező késsel tudunk elvágni. A kívánt törési vonalnál néhányszor megvágjuk a lapot, lehetőleg mindkét oldalról, majd egyszerűen eltörjük. Mivel az áramkörű lapon többnyire egy oxid réteg szokott keletkezni, és akár zsíros is lehet, nehézkes lenne rávasalni az előzőleg kinyomtatott képet. Meg kell tisztítani ettől az oxid rétegtől és a zsírtól. Ezt el lehet végezni akár csiszolópapírral, akár acélgyapjúval, csiszolóvászonnal. Én a legjobb megoldásnak egyenlőre azt találtam, hogy ilyen kereskedelmi forgalomban kapható kézmosó paszta, vagy hogy is hívják ezt szépen. Tehát az, amivel az ember autószerelés után kezet mos, hogy lemenjen róla az olaj. Ez kicsit ilyen nedves mosópor állagú dolog. Na már most, ha ezzel végig dörgöljük a nyomtatott áramkörű lapunkat, akkor teljesen szépen meg tud tisztulni. Az összes oxid réteg és zsír eltávolodik róla. Ezt a mosást egészen addig végezzük, míg nem lesz szép, csillogó, egységes, fényes felülete a réznek. Egy darab WC papírral és némi denaturált szesszel további tisztítást tudunk rajta végezni, ami még a rajta maradt szennyeződést és a zsírt tökéletesen eltávolítja. Ez a fázis után már igyekezzünk ne nagyon tapogatni azt a részt, amelyen a réz van, mivel minden egyes kis rákerült zsírfolt nehezíteni fogja azt, hogy rá tudjuk vasalni később az áramkör képét. Ahhoz, hogy rá tudjuk vasalni, pontosan rá kell helyeznünk a nyomtatott áramkörre az áramköri rajzot. Én egy darab szigetelő szallaggal szoktam rögzíteni ezt az egyik pontban, hogy az első pár vasalásnál nehogy elcsúszom véletlenül a rajzolat. Amikor rajta van, rá lehet helyezni a vasalót.
A vasalónál nincsen meg pontosan az, hogy most milyen fokozatra kell állítani, pamukra, vagy selyemre, vagy nylonra, vagy ilyen pontos szabály nincs. Legjobb, hogyha nagyjából 200 fokos a vasaló, mondom nagyjából, tehát lehet ennél kicsit kevesebb is, meg kicsit több is. Miután az első vasalási mozdulatokat elvégeztük, le tudjuk szedni róla a szigetelőszalagot, ilyenkor már nem mozdul el a rajz. Én általában egy másik papírt még rá szoktam helyezni, ez könnyíti a vasalást számomra. De persze, ha valaki nem így szeretné, csinálhatja nélküle is. Szóval nagyjából 200 fokos vasalóval, kisebb erőkifejtésével szépen átmelegítjük az egész lapot, és egyúttal a vasaló aljával, amely lehetőleg nem tudom én milyen hullámos, meg buborékos, stb. Tehát a nagyon drága, nagyon modern technológiás vasalók, azok nem jók hozzá. Az a jó, hogyha a vasalónak az alja sík. Egy ilyen sík aljú vasalóval szépen lassan, finom nyomással átmelegítjük az áramköri lapot. És egyúttal rásimogatjuk szépen a rajzot. Kicsit egy helyben is hagyhatjuk rajta, nem fog megártani. Azon rögtön látszik, hogy ha túlságosan elkezd barnulni a papír, tehát ennél sokkal jobban egész olyan sötét barna, akkor valószínűleg a vasalónkat túl melegre állítottuk. Tehát az a jó, hogyha a papír még nem égeti meg. Addig még a nyomtatott áramkör meleg a vasalás után, egy darab összehajtott WC papírral át tudjuk dörgölni az egészet, hogy biztosan minden részen hozzáérjen a papír a nyomtatott áramkörű laphoz. Ha ezzel megvagyunk, csak annyi a dolgunk, hogy megvárjuk, még kihűl. Semmi esetre se szabad hűteni, vagy kitenni a hidegre, vagy ilyesmi. Legjobb, hogyha szépen lassan így, ahol vasaltuk, a valamennyire meleg alapon szépen lassan kihűl. Kis ilyen megfeledkeztem az alkatrész oldali nyomtatásról. Ilyenkor jó, hogyha az ember emlékszik, hogy hogy tette rá a rajzot, mivel hát én most csak tippelek, hogy melyik sarka lehet melyik. Hát rávasolom, aztán majd kiderül, hogy melyik fele. Én úgy emlékszem, hogy így kell rávasolni a dolgot. A vasalás technikája ugyanaz, mint az előbb, csak az a különbség, hogy itt nem fontos olyan pontosnak lenni, és nem baj, hogyha a rajzolat nem megy át teljesen a lapra. Ugye ez csak arra szolgál, hogy nagyjából tudjuk, hogy melyik alkatrészhez melyik lyuk tartozik majd később. És miután szépen rávasoltuk a másik oldalt is, hagyjuk kihűlni. Miután az áramkörű lap kihűlt, ilyen kellemes kézmeleg, vagy fürdővízmeleg, vagy hát ilyen 30-40 fok tájéki vízbe helyezzük, néhány percre, amíg egészen át nem ázik a papír. Semmi esetre se próbáljuk meg szárazon lehúzni róla, mivel több mint valószínű, hogy leszedni róla a festéket is. Miután átnedvesedett annyira, hogy már átlátszik az áramkör nyomtatott része, lassan elkezdhetjük lehámozni róla. Persze mindenképp csak finoman. A szélei általában érzékenyek szoktak lenni a húzásra. De ha jól vasaltunk, akkor egész nyugodtan le tudjuk húzni az egészet egyben, anélkül, hogy lejönne bármi. Mikor az első réteget levettük, az alsó azért ilyen fehér, mivel nincs teljesen átnedvesedve, ismét néhány percig lehet áztatni. További áztatás után lassan elkezdhetjük új veggyel dörgölni. Ismételten, hogyha jól sikerült a vasalás, akkor egész nyugodtan dörgölhetjük, biztos nem fog lejönni róla a festék. Nagyon fontos, hogy az összes papírt teljesen dörgöljük le róla, mivel ahol papír marad, ott a marás nem fog sikeres lenni, és gyakorlatilag olyan lesz, mintha festék lenne. Ezt a műveletet meg lehet próbálni valamilyen kisebb kefével, mondjuk fogkefével, vagy hasonló dologgal. Nekem az annyira nem jött be, nekem sokkal kényelmesebb így új veggyel végig dörgölni az egészet. Nagyon fontos, hogy mindenhol itt teljesen lejöjjön róla a papír, ezért olyan részeken, ahol nem jött le, fogpiszkálóval finoman meg tudjuk kapargatni, az ilyen vékony vonalak között például, ahol új veggyel hiába dörgöljük, nem történik semmi. Ha esetleg a nyomtatott áramkörünk nem sikerült volna jól, tehát nem jól jött össze a vasalás, vagy bármi ilyen probléma történik, nem kell kétségbe esni, amíg nem maradtuk le a lapot, addig menthető az egész. Festékhigítóval, vagy pedig körömlak lemosóval ezt a festéket le tudjuk róla mosni, újra áttörölni denaturált szesszel a lapot, ismét vasalás is kezdhetjük előről a dolgot. Következő lépés a fölösleges réz lemaratása. Ehhez én sósavat és hidrogénperoxidot fogok használni.
de mivel ez igencsak maró elegy, ezért szükség lesz gumikesztyűre. Illetve ezt indokolt lenne kint elvégezni, viszont mivel jelen helyzetben kint szakad a hó, és ezért nehéz lenne kint videózni, így én bent fogom elkészíteni, de utána egy kiadós szellőztetést fogok végezni. Viszont ha ti csináljátok, mindenképpen kint az udvaron, teraszon vagy valami ilyen helyen csináljátok, vagy olyan helyen, ahol jól lehet szellőztetni. A lényeg az, hogy marás közben a felszabaduló gőzt semmiképp ne lélegezzétek be, mivel igen mérgező. A keveréket mindenképpen valamilyen műanyag vagy üvegtálba készítsétek el, mivel ha valamilyen fémtálba készítenétek, az szétmarná ez a keverék. Én úgy tapasztaltam, hogy a legjobb keverési arány a 7 az 1-hez, tehát 7 adag sósav és 1 adag hidrogénperoxid hozzá. 16-18%-os sósavat használok, ebből hozzáadok 7 adagnyit, ami jelen esetben 7 kupak. Habár nincs is szükség annyira, elég annyi, amennyi ellepi. Jelen esetben ez 3 volt, akkor ehhez egy fél kupak hidrogén megy, amely 30%-os hidrogénperoxid. Valamilyen műanyag kanállal, vagy egy kínai evőpálcikával össze lehet keverni ezt a keveréket, majd bele lehet helyezni a nyomtatott áramkört. Ahhoz, hogy a marás hatékonyabb legyen, lötyögtetni kell ezt a keveréket. Láthatjuk, hogy a keverék színe lassacskán zöldre változik. Ez azért van, mivel fokozatosan oxidálódik az áramkörű lapon a réz, amely leválik róla, és mint tudjuk, hogy a réznek az oxidációs színe az zöld. Egészen addig kell lötyögtetni ebben a folyadékban, ameddig a fölösleges rézréteg el nem távolodik róla, és nem látjuk meg azt a világos, barnás, sárgás nyáklapot. Miután minden honnét lemaródott róla a réz, ki kell venni, és tiszta csapvízben le kell mosni. Ha tovább benne vagynánk ebben az elegyben, akkor alámarna a festék alá is, és tönkre menne a nyáklapunk. Azt a keveréket, amelyben a maratást végeztük, végül is lehet újra hasznosítani, illetve újra használni, tehát lehet benne még egyszer nyákot maradni. Egészen addig lehet, amíg teljesen el nem zöldül a színe, és többet nem képes rezet leválasztani a nyomtatott áramkörű lapról. Ilyenkor még mindig lehet használni, mivel csak valamennyi hidrogént kell hozzáönteni, és újra használható. Azonban egyetlen probléma van vele, hogy nehéz tárolni. Ha ezt a kis tégelyt most becsuknám, és félretenném, akkor még ebből a keverékből a kiszabaduló gázok miatt több mint valószínű, hogy valahol szétrepedne ez a kis dobozka. Higgyétek el nekem, tapasztaltam, visszatöltöttem a sósavnak a dobozába, és másnapra olyan gyönyörűen végigfolyott az egész fürdőszobán, hogy abba hiba nem volt. Tehát legcélszerűbb vagy így tárolni valahol kint szabad levegőn, hogy nem zárjuk le hermetikusan, vagy pedig egyszerűen kiöntjük a fenébe, és újat keverünk a következő alkalommal. Illetve helyesbítenék, nem a fenébe öntjük ki, hanem felhigítjük valamennyi vízzel, és hát ugyanúgy, mint ahogy egy sósavat használunk mondjuk rá a szanitária tisztítására, bele tudjuk önteni a WC-be. Miután lemostuk vízzel az egészet, már nyugodtan fogdoshatjuk, mivel lemostuk róla a savat, többet nem képes megmarni az ember kezét. A következő lépés, hogy ezt a sok pici lyukat kifúrjuk rajta. Hát ezt mindenkinek meg kell találni a legkézenfekvőbb megoldást erre. Ki lehet húrni gravírozóval, különböző kisebb fúrógépekkel, dremelekkel, ami éppen van otthon. Nekem szerencsére van egy ilyen fúrógépem, amihez van egy állvány. Ezt találtam a legkönnyebb módszernek, így én ezen fogom kifúrni. A fúrószárakat, amelyeket használok, minőséges IBS megoldás. Ezek CNC marógéphez vannak, vagy pedig ilyen ékszerész kisebb gravírozókhoz. Itt a 0,3 mm-estől az 1,2 mm-esig meg lehet találni azt hiszem, hogy 10 féle fúrót benne. Én ezek közül használom jelenleg a 0,9-est. Tehát majdnem 1 mm-es fúróval fúrom ki. A 0,8-as, 0,9-est szoktam leggyakrabban használni. Úgy tapasztaltam, hogy az 1 mm-es az a vastagabb lábú dolgoknak, például az ilyen csatlakozóknak, amelyeket rá lehet tenni, annak jó az 1 mm-es, mert a 0,8-asban nem megy bele.
De a legtöbb alkatrésznek, mint például az ellenállások vagy az IC-k, amiket ezen a kis lapon el fogok helyezni, ennek tökéletesen megfelel a 08-as, 09-es fúró. A fúrásnál nagyon kell ügyelni arra, hogy az összes lyukat kifurkáljuk. Gyakorlatilag nem csináltam még olyan nyomtatott áramkört, amelynél az összeszereléskor ne tűnt volna fel az, hogy valahol legalább egy kis lyuk kimaradt. Higgyetek el nekem, nagyon nehéz utólag, mikor már a fél alkatrész, az alkatrészek fele rajta van, nagyon nehéz utólag kifúrni rajta még egy lyukat valahol. Úgyhogy oda kell figyelni és az összes lyukat kifúrni. Miután kifúrtuk és háromszor is meggyőződtünk arról, hogy az összes lyukat kifúrtuk, amire csak szükségünk lehet, le tudjuk mosni róla a festéket. Ezt vagy körömlakvermosóval tudjuk megtenni, vagy pedig festékhigítóval. Hát bármi meglepő, nekem festékhigítóm van itthon, nem körömlaklemosó. Ebből valamennyit egy darab WC papírra rá lehet lőkinteni. Ha valaki fél attól, hogy esetleg a keze kicsit fekete lesz, vagy higítószagú, akkor viselhet közben gumikesztyűt. Én az ilyenektől nem tartok, ezért csak így simán gumikesztyű nélkül ledörgölöm róla a festéket. Persze ügyeljünk arra, hogy a másik oldalról nem mossuk le azt a festékréteget, amit ugye azért vasaltunk rá, hogy később össze tudjuk szerelni. Miután mindenhol itt lemostuk a festékréteget róla, még egyszer át tudjuk ellenőrizni azt, hogy nincs-e valahol véletlenül olyan kapcsolat két rézréteg között, amilyennek nem kéne lennie. Ilyenkor még egy szikével, modellezőkéssel vagy valamilyen kaparó szerszámmal azt a kis rétegrezet el tudjuk kaparni onnét az útból, amely összeköti a két részt, ahol nem, két rész-részt, ahol nem kéne, és jöhet is az összeépítés. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!